Csupa olyan téma, ami a hétköznapjainkat érinti nagyon is komolyan. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet látják, Rónai Egon vagyok. Az első beszélgetéshez a vendéget Brüsszelben érjük el, Skype-on kapcsoljuk tehát Dobrev Klárát, a DKEP képviselőjét és árnyék miniszterelnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nyilván beszélünk majd arról is, amit az előbb ígértünk, hogy tegnap pedagógus és diák delegáció járt Brüsszelben az ön invitálására és kalauzolásával, de beszéljünk előbb arról, ami ma történt, mert azt gondolom, hogy némi izgalmat azért még azok számára is jelent ez a mai történet, akik kicsit távolabbról követik a politikát. Rengeteg, rengeteg sok pénzről van szó, és olyan régóta beszélünk arról, hogy Magyarország hogy szerzi meg ezeket az összegeket, hogy ez a mai nap tényleg vízválasztónak látszott nagyon sokak számára nyilván. A kormány azt mondja, hogy győztünk. Az ellenzék azt mondja, hogy győztünk. Ki nyert itt, és ki veszített? Hát úgy gondolom, hogy ami ma történt, az dráma és szégyen. Dráma Magyarországnak és a magyar embereknek, hogy a kormány 12 éves működése után odáig jutottunk, hogy az Európai Uniós támogatásokhoz nem jutunk hozzá, és szégyen, hogy az Európai Unió fennállásának 70 év alatt az első olyan kormány, amely ilyen büntetést kap, az a magyar kormány. E tekintetben mondhatni, hogy történelmi, csak hát egy szomorú történelmi pillanat. Ez büntetés, vagy egy megállapodás küszöbe? Ugye, hogyha majd mindjárt érkezik Navracsis Tibor, őt kérdezem, akkor nyilván annak fog örülni, hogy van, amit meg lehetett osztani már a közvéleménnyel, hogy valami sikerült, és valami majd sikerülhet. Ön meg azt mondja, hogy ez egy szégyen. Értelmezzük ezt, legyen olyan jó. Hát szegény Navracsics Tibor más sem csinál nyáróta, mint minden hónapban elmondja, hogy majd jövő hónapban jönnek a pénzek. A mai döntéssel és a végső szót a tagállamok miniszterelnökei fogják kimondani, de a mai döntéssel gyakorlatilag azt mondta az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány ellopta az Európai Uniós pénzeket, hogy a magyar intézményrendszerben nem lehet bízni, hogy ezeket ne lopja el tovább, és addig, amíg ilyen korrupt marad ez a rendszer, addig, amíg a magyar kormány folytatja továbbra is az európai pénzek ellopását, addig Magyarországra nem fog Európai Uniós támogatás érkezni. Ez van benne a papírba. Csodálkozom azon, hogy ezt bármi módon sikerként lehetne elkönyvelni, de hát emlékezzünk vissza, ők a Néppártból is úgy léptek ki, hogy kirúgták őket. Illetve egész pontosan maguktól jöttek el, és azt már tudjuk, hogy a Néppárt baloldali és sorosista szervezet. De most a Néppártot rakjuk félre, és beszéljünk inkább arról, amit az előbb mondott, hogy az van a papíron, hogy ne lopj. És az van a papíron, hogy ellopta volna az Orbán kormány a korábbi pénzeket, de ilyen nincs a papíron. Ezen a papíron az van, hogy Magyarország nem jogállam, ezért az Európai Uniós pénzek nincsenek biztonságban Magyarországon. Ez ki van jelentve egy mondatban, hogy Magyarország nem jogállam? Az, hogy nem jogállam, ezt nagyon sok pontban felsorolták. Azt mondták, hogy ahhoz, hogy jöhessenek a pénzek, ahhoz az alábbi pontokat kell végrehajtani és változtatásokat. Ez egy nagyon hosszú anyag és nagyon részletes anyag, több tucatnyi pont érinti az igazságszolgáltatástól az európai pénzek elosztásának a rendjét, de alapvetően arról szól, hogy az, amit a kormány az elmúlt 12 évben csinált, az nem folytatható. Mert nem egyszerűen csak a magyar emberek pénzét lopta el, hanem az európai adófizetők elégelték azt meg, hogy ezek a pénzek, ezek a miniszterelnök családjához, gyerekkori barátjához mennek, kisvasútra mennek, 10 centis kilátóra mennek, mindenhova mennek, csak éppen oda nem, ahova ezeket a pénzeket szánták a magyar emberekhez. Az, hogy most nem kap pénzt Magyarország, viszont az, hogy van egy megállapodás végül is, mégiscsak tervezetként az kerül majd a külügyminiszterek tanácsa elé, amely megállapodás azt tartalmazza, hogyha bizonyos pontokat teljesít a magyar kormány március végéig, akkor ezek a pénzek hozzáférhetők 3000 milliárd forint értékben, mégiscsak azt mutatja, hogy a bizottság szeretne megállapodni. Az európai kultúrából ez következik, ugye ugyanezt tették a lengyel tervvel is, hogy az elvi megállapodás megvan. Lefordítom a diplomácia nyelvéről, vagy az európai politika nyelvéről. Ez azt jelenti, hogy Magyarországgal nincsen semmi baj, a magyar emberekkel nincsen semmi baj. Ez a pénz, ez a magyar embereké, senki nem fogja tőlük elvinni máshova.
De addig, amíg a magyar kormány ellopja ezt a pénzt, amíg a korrupt rendszert üzemelteti, addig ehhez a pénzhez nem lehet hozzájutni. És az az igazság, hogy látva a kormány elmúlt 12 éves működését, látva, hogy az elmúlt hetekben milyen álmokfutást végzett a miniszterelnök a nemzetközi politikában és adott esetben az Európai Uniós pénzek környékén, azt tudom önnek mondani, hogy Orbán Viktor a legnagyobb akadálya annak, hogy Magyarországra ma Európai Uniós pénzek jöjjenek. Nagyon kemény mondatok hangoztak el ma a kormányszóvivői tájékoztatón, ami most már nem is kormányszóvivői tájékoztató igazából, hanem kormányinfo, és hát nem is kormányszóvivő tartja igazából, bár ott áll mellette, Gulyás Gergely mellett. Azt mondta Gulyás Gergely, hogy nyíltan magyar gyűlölő baloldali EP képviselők hergelnek Magyarország ellen. Ez azért azt gondolom, hogy egy nagyon kemény mondat, és szerintem érdemes erre reagálni. Hát azt tudom mondani, hogy ha valami ellenkezik a magyar emberek érdekével, akkor az az, hogy olyan kormányunk van, amely egyszerűen képes volt mondjuk akkor, amikor ezrek haltak meg Covid-ban, akkor is arra gondolni, hogy pár száz milliárdot tudjanak nyerni és zsebre rakni a lélegeztetőgépeken, hogy akkor, amikor energia árak drámaian megemelkednek, akkor átjátsza a miniszterelnök a legjobb barátjának az energiacégeket, és megemeli a rendszer használati díjat, hogy most, amikor éppen arról szól a történet, hogy a magyar emberek, a magyar kisvállalkozások megkapják az Európai Uniós pénzeket, amikor nem tudják kifizetni a számlájukat, akkor több mint 8 milliárd forintot elkölt egy óriás plakát kampányra, ahol bombákról és szankciókról beszél. Egész egyszerűen úgy gondolom, hogy a magyar emberek érdekével ellentétes, ahogy ez a kormány az elmúlt években politizált, és nem látom egy pillanatra sem azt a szándékot, hogy ebben megváltoznának. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy az árnyék kormány megalakításának éppen az volt az egyik célja, hogy be lehessen mutatni, hogy ezt lehetne másképp csinálni. Ha az lenne a feladat, akkor egy hónap alatt meg tudnánk állapodni úgy az Európai Unióval, hogy a pénzek meg is érkeznének Magyarországra. Az országok túlnyomó többségével 15 hónapja megérkeztek ezek az eurómilliárdok, sok ezer milliárd forintról beszélünk. Ha 15 hónappal ezelőtt már a kormány megállapodott volna az Európai Unióval, akkor nem kellene hétszeres gázáremelést csinálni, mert a forint nem omlott volna össze. Akkor meg lenne a fedezet a panelrekonstrukcióra, meg lenne a fedezet a megújulókra. Az, hogy 15 hónapja nem kapjuk meg ezt a pénzt, ennek a levét isszák meg a magyar emberek. Azt mondja képviselő azt, hogy egy hónap alatt meg lehetne állapodni. Ugye van egy világos listája most az Európai Bizottságnak, hogy igazából mi az, amit követel a magyar kormánytól. 17 pont volt eddig, most 27-re bővült, abból 4 pont az igazságszolgáltatásról szól. Ön egy hónap alatt még mit tudna elintézni, ami ahhoz kellene, hogy a két oldal között béke legyen? Ma a legnagyobb probléma az a bizalom elvesztése. Nem az európai intézmények, hanem Orbán Viktor miniszterelnök kollégái nem bíznak Orbán Viktorban. Azért nem bíznak benne, mert a német, a dán, a holland állampolgárok, az ő szavazóik nem bíznak benne. Ezért a bizalom növelése lenne a legfontosabb feladat. Én amellett, hogy meg kellene, hogy azokat a pontokat végre kellene hajtani, és nem felvizezni, ahogy ezt a magyar kormány teszi, azonnal beléptetném az országot az Európai Ügyészségbe. Ez egy olyan erős gesztus lenne arra vonatkozóan, hogy igenis komolyan gondolja a magyar kormány, hogy a jövőben nem lopja el az Európai Uniós pénzeket, amitől kezdve sokkal könnyebb lenne minden döntést meghozni. Ha meg tudnánk állapodni az Európai Unióval, abban a pillanatban stabilizálódna a forint. Ha stabilizálódna a forint, akkor akkor csökkenne az infláció, sokkal kisebb lenne a nyomás, például a rezsiárakban, és el tudnánk kezdeni előkészíteni az euró céldátum bevezetését. Ezzel a három lépéssel a mai válság jelentős részét meg tudnánk úszni, mert egy pillanatra se felejtsük el, bőven elég, hogyha körbenézünk, akár Szlovákiát, akár Ausztriát, akár most már Romániát nézzük. Kisebb az infláció, jobban emelkednek a bérek, és egész egyszerűen kevésbé vannak bajban az emberek. Miért lenne ez érdeke Orbán Viktornak? Miért lenne érdeke egy kormánynak, amelyik vezet egy országot, hogy ilyen ügyekben megállapodjon, hogy meg tudjon állapodni, hogyha ezek ennyire egyszerű döntések?
Ezt nem én mondom, hanem Lánci mondta a Fidesz egyik filozófusa, hogy a Fidesz kormány alapvető filozófiája akkor az, amit mi korrupciónak nevezzük. Ők nem így hívják, de a világ mindenhol korrupciónak nevezi, úgy látszik Európában is. Abban a pillanatban, hogy ezt a lábat kihúzzuk alóla, valószínűleg attól félnek, hogy az egész rendszer összeomlik, és így most egy pár tucat ember gazdagodásának a levét issza meg az egész ország. Szerintem, ha valami ellen a magyarok érdekével, és hogyha valamin változtatni kell, akkor ez. Ebbe az országba Európai Uniós pénzek akkor fognak érkezni, hogyha kormányváltás lesz. A baloldali politikusok tevékenységén túl az egyik érv, amit gyakran használnak, hogy egyfajta politikai bosszú áldozata a magyar kormányzás azokért a dolgokért, amelyekbe beleáll a magyar kormány, amúgy kiállva a magyar nemzet érdekéért, és akkor itt lehet sorolni akár a mondjuk gáz- és olajársapka ügyében zajló vitákat, vagy lehet sorolni a globális minimál adó ügyében zajló vitákat. Tehát mindazt, amire a magyar kormány azt mondja szemben a másik 26 tagállam delegációjával, hogy nem. Benne van ebben a képletben ez? Ebben a képletben ez most nincs benne. Megjegyzem, Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy legyen globális minimumadó, és megadóztassuk a multikat, és az lenne az érdeke, hogy legyen gázársapka, és ne fizessünk túl sokat az orosz gázért. De mielőtt bárki azt hinné, hogy ez most hirtelen történt, és ez egy spontán döntés, hát évek óta ez zajlik. A magyar kormány évek óta veszi semmibe az Európai Unió intését. Tényleg az Európai Uniós intézmények olyan türelemmel simogatták Orbán Viktor fejét. Próbálták terelgetni, hoztak határozatokat, óvva intették, hogy erre vagy arra menjen, és folyamatosan, ugye ő büszkén pávatáncnak nevezte, folyamatosan lesöpörte ezeket az érveket. 12 éve folyamatosan érik ez a helyzet, amely a mai nappal, ha úgy tetszik, akkor robbant, illetve majd a december 6-ai tanácsülés után, de azért nem mondjuk azt, hogy ez előzmény nélküli. Kezdődött még talán, ön is emlékszik rá, még talán a médiatörvény átalakításával, és azóta minden évben jönnek sorra az üzenetek, hogy vigyázzatok, baj lesz ebből, ne lopjatok, fiúk, baj lesz ebből. És úgy söpörték le az asztalról, mintha meg se hallották volna. Hát és itt vannak politikai viták, amik egyre másra rakódnak rá, nyilván az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti kapcsolatra. Egy másik témát itt a legvégére, ha már az elején szóba hoztuk, és hát kell is szóba hozni, szóba is kell hozni, próbálok magyarul beszélni, mert hogy most is tanártüntetés zajlik a belügyminisztérium épülete előtt, ma újabb 8 pedagógus bocsájtottak el azonnali hatállyal, december 1-i hatállyal egészen pontosan budapesti középiskolákból a polgári engedetlenség okán, és hát ön pedig egy pedagógus küldöttséget és egy diák küldöttséget vitt Brüsszelbe. Hova jutottak el ők? Az Európai Parlamentben egyébként mind a 4 frakció képviselői, tehát a konzervatívok és a liberálisok, a zöldek és a szociáldemokraták is meghallgatták őket, illetve az Európai Bizottságban voltunk Jourová biztos asszonynál, illetve Schmidt, a szociális ügyekért foglalkozó biztosnak a kabinetjében. Sokkoló volt hallani, és azt láttam az európai kollégáimon, hogy sokkoló volt a tanárok, illetve a gyerekek szájából hallani azt, hogy a 21. század Európájában meg lehet félemlíteni fiatalokat azért, mert elmondták a véleményüket, hogy gyakorlatilag arra lehet kényszeríteni egy fiatalt, hogy elmenjen az iskolából érettségi előtt csak azért, mert elmondta a véleményét, hogy tanárokra szájkosarat raknak. Ez valami olyan világ, amire egyébként el nem tudtuk volna képzelni az elmúlt 30 évben, hogy visszajön. És ha azt kérdezi, hogy például ezek a történetek bár nem szerepelnek most a feltételekben, de amikor döntenek róla, amikor majd a francia elnök, a német kancellár, az osztrák kancellár, a miniszterelnökök döntenek arról, hogy Magyarországnak szabad-e uniós pénzeket folyósítani, akkor az, hogy Magyarország teljesen eltávolodott az alapvető európai értékektől, az nagyon erősen latba fog esni. Hogy vészhelyzet van egy országban, egyedül Európában, imáron lassan második éve, és rendelettekkel kormányoznak. Hogy kirúgnak embereket, és megsemmisítik az egzisztenciájukat. Ezek mind-mind nagyon nehézzé teszik azt, hogy az uniós pénzek megérkezzenek. Biztos vagyok abban, hogy a megoldás az az, hogyha az Orbán kormány végre eltávozik a politika színpadáról, és egy
egy tisztességes kormány fog tudni megállapodni az unióval, és fog egy normális országot építeni. Hát az viszont nem Brüsszelben dől el, hanem itt Magyarországon a választók döntése alapján. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre Dobrev Klárát kapcsoltuk Brüsszelben. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.